Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma, március 18-a csütörtök van. Jogszerű volt a pécsi vízműszékházának átvétele, így döntött a választott bíróság. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat törvényesen bontotta fel a szerződést a francia tulajdonú korábbi szolgáltatóval. A döntés precedens értékű volt. Egy üzleti kérdésben a pécsi önkormányzat képes volt érdekeit érvényesíteni a világ egyik legnagyobb vízközmű szolgáltatójával szemben. Erkölcsi győzelmet aratott a város. Jogszerűen bontott szerződést a francia tulajdonú pécsi vízművel szemben, és vette birtokba a szolgáltató telephelyét, jelentette ki Páva Zsolt. Ezt jogerős határozattal a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett működő választott bíróság erősítette meg. A lépés jogszerű volt, és gazdasági értelemben is helyes, emelte ki a város első embere. Azóta az új cég nyereségesen működik, sikerült leszállítani a vízdíjszolgáltatásnak a díját minden pécsi polgár megelégedésére, és remélhetőleg ez a folyamat, mármint a díjcsökkenés folytatódni fog a későbbiek során is. Ezek a képek tavaly októberben készültek, akkor vette át a Tettye Forrásház ZRT a pécsi vízmű székházát. Akkor a vízmű pereket indított a székház miatt a fogyasztói adatok és a vízszolgáltatás kapcsán. A választott bírósági döntés következménye az, hogy ezek a perek aktualitásukat vesztették, közölte Páva Zsolt. A polgármester szerint precedens értékű döntés volt. Innentől fogva az a fajta igény, amit legalábbis szóban megfogalmazott a partnerünk, a Suez, mint kisebbség tulajdonos, hogy ők kártérítésre fordulnak majd az önkormányzathoz, innentől fogva okafogyottá vált, hiszen kártérítést akkor lehet kérni, amikor valaki szándékos károkodást tesz valakinek az érdekeiben. Kártérítés nem, kártalanítás természetesen jár a kisebbségi tulajdonosnak, hangsúlyozta Páva, vagyis a város kifizeti a részvénycsomag piaci értékét. Ez egy szimbolikus győzelem volt, tette hozzá a városvezető, mert egy hatalmas, külföldi tulajdonú multicéggel szemben győzött a pécsiek érdeke. Ez csupán egyetlen döntés volt, jelenleg még több fontos per zajlik a Tettye Forrásház és a pécsi vízmű között, kommentálta a választott bíróság döntését a vízmű kommunikációs osztályvezetője. Kisbáró Edina bízik abban, hogy a korábbi szolgáltató számára kedvező ítéletek is születnek majd. Ez a most lezárult választott bírósági ítélet, ez meglepett bennünket, de alapvetően nem befolyásolja a hozzáállásunkat az ügyhöz, és bízunk abban, hogy a folyamatban lévő perekben mi hamarabb a bíróságokon számunkra kedvező ítéletek születnek. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Winkler Tamást, a Tettye Forrásház ZRT vezérigazgatóját. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, jó napot a nézőknek. Ezt az ítéletet, hogyha a nézőknek lefordítaná, és egy picit elmondaná, hogy ön szerint konkrétan mit jelent pontosan ez az ítélet, ami most született? Ez az ítélet, ez azt jelenti, hogy a pécsi vízmű által kezdeményezett zavarkeltésről újfentbe bizonyosodott, hogy zavarkeltés. Azt jelenti, hogy a város törvényesen mondta föl a szerződést a pécsi vízmű ZRT-vel, törvényesen kötött szerződést a vízi közművek üzemeltetésére a Tettye Forrásház ZRT-vel, és törvényesen szolgáltatunk október óta problémamentesen vizet és csatornaszolgáltatást nyújtunk a pécsieknek. Egy per tehát lezajlott. Vannak-e még párhuzamos perek ebben az ügyben? Vannak perek. Indítottunk mi is pert birtokvédelem ügyben a Pécsi Vízmű ZRT ellen. Ebben a birtokvédelmi perben azt kértük, hogy függesszék föl az ítélethozatalt addig, amíg ez a mai per el nem dől. Ez ma eldőlt, úgyhogy nyilvánvalóan a Somogy megyei bíróság tovább fogja ezt tárgyalni, és reményeink szerint ott is nyerni fogunk. Lehet-e azt tudni, publikus-e az, hogy mennyibe került a költségileg ez a per a vízműnek? Én úgy hallottam, hogy ebben az ítéletben több mint 15 millió forintot kell a Pécsi Vízmű ZRT-nek kifizetni, 1 millió forintot a alperesek felé, több mint 14 millió forintot pedig az eljáró bíróság felé. Önöknek van-e tudomásuk arról, hogy esetleg ezt miből fogják finanszírozni majd? Fogalmunk sincs ez a vízmű belügye, ha úgy szabad úgy fogalmazzak, bár azért azzal, hogy a Pécsi Vízmű ZRT-ben is többségi tulajdonos a város, illetve hogy a pécsi vízmű bevételeinek nagy része
közszolgáltatásból származik. Hát ezt azért nekik el kell számolni, úgy gondolom. Tehát akkor most egy pozitív döntésről beszélhetünk, született egy pozitív döntés. Ez a pécsieket mennyire fogja pozitívan érinteni? Ön szerint vannak-e már tervek, vannak-e már elképzelések, hogy esetleg csökken a vízszolgáltatási díj, stb.? Hát a pécsieket mindenféleképpen pozitívan érinti, hiszen nyugodtabb lesz a légkör, kevesebb vita lesz itt a szolgáltató kapcsán. Már szeretném megjegyezni, hogy a pécsiek bölcsebbek voltak, mint a bíróság, mert a bíróságnak ilyen hosszú idő kellett, hogy ezt elbírálja. A pécsiek már hónapok óta tudják, hogy ki az, aki szolgáltat, és kivel állnak szerződéses kapcsolatba. Ami a jövőt illeti, mi elkészítettük az idei évre vonatkozó üzleti tervünket. Ez az üzleti terv, ez több mint 200 millió forint adózás utáni nyereséget tartalmaz a csökkentett vízdíjakon. Ezt azért szükséges hangsúlyoznom, mert tudomásom szerint a korábbi szolgáltató 6%-kal magasabb vízdíjakon. Ezt a fogyasztó sajnos nem érzékeli, mert az áfa közben emelkedett, vagy nem olyan mértékben érzékeli, de 6%-kal magasabb vízdíjakon is veszteséget tervezett. Mi 6%-kal alacsonyabb díjon is tudunk biztonsággal 200 millió forint nyereséget tervezni, ez nyilvánvalóan a város vagyonát gyarapítja. Voltak korábban olyan problémák is, hogy az adatszolgáltatása a pécsiek az adatátvitellel kapcsolatban, ez megoldódott-e már ön szerint, vagy van erről tudomása most? Itt megint nem voltak problémák, itt azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a felmondás törvényessége körül zavarkertés folyik, mi mindig lenyilatkoztuk, hogy az adatokat teljesen jogszerű úton szereztük meg. Ez ügyben talán még nem indult per, de ha per indult volna, akkor az is bebizonyítaná, hogy ez így volt. Nehéz úgy szolgáltatni, hogy mindenféle szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó zavarkeltéssel kell foglalkoznunk, de hát ezt is megoldjuk, azért vagyunk, hogy ezeken is túl rá legyünk. Most már március vége közeledik, mi lesz akkor a következő lépés, ön szerint hogyan folytatódik ez az ügy? Hát megítélésem szerint a Pécsi Vízmű Zrt-nek nincsen más választása, mint hogy minél előbb tárgyalóasztalhoz üljön velünk, rendezze azokat a üzemeltetési kérdéseket, amelyeket tudomásom szerint a Pécsi Vízmű közgyűlése elé terjesztett a város, és én bízom benne, hogy normalizálódik a Pécsi Vízművel is a kapcsolatunk. És önöknek mi lesz? Most még lesz-e új feladatuk? Nekünk a feladatunk 5 hónapja ugyanaz, minél hatékonyabban, minél alacsonyabb költségszinttel biztonságos szolgáltatást nyújtani a fogyasztóknak, mi ezt csináljuk. Azt gondolom, hogy egyre nagyobb sikerrel, némi döccenőkkel, a számlázással is utolérjük magunkat. Az ügyfélszolgálatnál a telefonos kapcsolatban voltak most problémák rajtunk kívülálló okokból, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag problémamentes szolgáltatást tudunk nyújtani hónapok óta. Elmondta már azért a közelebbi terveiket, a céljaikat, mégis mit tudna mondani a pécsieknek, a fogyasztóknak, azért milyen jó hírekkel tudna szolgálni így az elkövetkezendő időszakra? Én azt gondolom, hogy a jó hírekről nem nekem kell szolgálni. Döntési helyzetben a város van két szempontból is. Egyrészt a város a díj meghatározó. Nyilvánvalóan az idei díjakat meghatározta alacsonyabb nominális szinten, mint a tavalyi díjak. Ez az inflációt is figyelembe véve azért összességében több mint 5%-os díjcsökkentés, illetve a városnak kell arról dönteni, hogy az általunk megtermelt nyereséget mire fordítja, hogyan használja föl a városi polgárok érdekében. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Több mint 50 napirendi pont szerepelt a városi közgyűlés csütörtöki napirendjén. A vitáról Óbert Krisztina készített összefoglalót. A képviselőtestület ülését Pécs polgármestere nyitotta. Páva Zsolt előszavában az állami kitüntetésekkel elismert pécsieket méltatta, és győzelemnek nevezte a legfelsőbb bíróság döntését Tubes ügyben. Megtiltották a belvárosban a koldulást. Kővári János szerint azonban alkotmányos jogot sérthet a jogszabály. Nem is szavazta meg az előterjesztést. Gonda Tibor szocialista képviselő erre reagált. Szerinte alkotmányos jog az is, hogy zaklatás nélkül közlekedhessünk a városban. Pap Judit címzetes főjegyzőasszony elmondta, erősítik a szociális hálót, hogy a koldusok, fedél nélkül élők megfelelő ellátást kapjanak.
A rendeletet a többség elfogadta. Elfogadták azt az előterjesztést is, amely szabályozza a tömegrendezvényekkel kapcsolatos intézkedéseket. A több mint 1000 fős eseményeket szigorú biztonsági előírásokkal szabályozzák. 300 dolgozót vesz fel az Elkotec évvégéig. Szerződést hosszabbítottak ugyanis egy kínai számítástechnikai gyárral. A Philips-el is megállapodtak. Ezentúl lámpákat gyártanak a holland cégnek. Még idén elindul Pécsett egy úgynevezett aftermarket service. A szolgáltatás azt jelenti, hogy garanciális javításokat végeznek majd. Az új megrendelések azt jelentik, hogy összességében 10%-kal több dolgozót foglalkoztatnak évvégétől. Úgy gondoljuk, hogy benne van ez a lehetőség, aztán a konkrét megrendelések tudják ezt majd igazolni, de ma új üzletek nélkül nagyon nehéz talpon maradni. Most pedig lássuk, mi minden történt Európa kulturális fővárosában az elmúlt 24 órában. Hír összefoglalón következik. A nagy érdeklődés miatt két nappal meghosszabbítják a Bélyeg kiállítást a Pécsi Művészetek és Irodalomházában. Mint a szervezők elmondták, naponta 150-200-an fordulnak meg náluk, hogy a világ ritkaságokat is bemutató tárlatot megtekintsék. A különleges és nagyszabású Bélyeg kiállítás ezért péntek helyett vasárnap zár, addig pedig délelőtt 10-től este 6 óráig csodálható meg a Művészetek és Irodalomházában. Könyvalakban is megszületett az Örkény Színházban már évek óta játszott gyerekelőadás. Ifja Bagosi László a Sötétben látó tündér című kötetének bemutatóját csütörtökön tartották a Művészetek és Irodalomházában. A varázslatos, népmesei elemekből építkező, mégis nagyon mai mese az utóbbi évek gyerekirodalmának egyik legszebb darabja. A kötetet az Ibdíjas Takács Mari illusztrációi díszítik. Baranya megye jó helyzetben van az egészségügyi ellátás szempontjából, mondta Szili Katalin csütörtökön. Az MSZP-s országgyűlési képviselő szerint a megye az elmúlt 8 évben több mint 30 milliárd forintból gazdálkodhatott. Napokkal állunk a Pólus program 11 milliárd forintos Pécsváros és klinikai fejlesztésének a bejelentése előtt. Ezzel szerintem egy új lendületet kaphat Baranya és Pécs egészségügyi ellátással. Szili Katalin hozzátette, az elmúlt években országosan egyedülálló szűrőbuszt is forgalomba állítottak. Az MSZP-s képviselők a továbbiakban is támogatják azt az ötletet, hogy legyen Kertvárosnak saját rendelőintézete, mondta el a szocialista képviselő. Az Elkotec lesz a névadó szponzora a női kosárlabda döntőnek. A legrangosabb női kosárlabda eseményt ugyanis Pécsett rendezik. A finn cég a városi önkormányzat mellett lesz a fő támogató. Rózsa Gábor a csapat ügyvezetője kiemelte. Pécs színvonalas döntő elé néz. Jól állunk a szervezésben. Magyar televízió csatornák közül egy se adja élőben. Próbálunk előkészülni arra, hogy azért a döntő 5 kamerás Pécs TV segítség felvétellel valamely sportcsatornára akár felvételre fölkerüljön, zajlik az egyeztetés, bízunk benne, hogy valaki fogadni fogja. A fogyasztói média lufi fújás reggeltől estig, ezt mondta az Orbán kormány egykori szóvivője tegnap Pécsett. Borokai Gábor a Justitia et Pax társaság meghívására tartott előadást. A kommunikációs szakember szerint a kereskedelmi tévékben az érték helyébe a nézettség lépett. A nézettség hozza ugyanis a reklámbevételt, viszont cserébe a kereskedelmi televíziók apró szívességeket tesznek hirdetőiknek. Éppen ezért fontos lenne, hogy a politikai pártok megegyezzenek a közszolgáltatás pontos tartalmában. Akkor ugyanis méltó versenytárs lehetne a közszolgálati tévé a kereskedelmiekkel. Ma a média világban nem példaképekről beszélnek, hanem celebekről beszélnek. Ugye a celebek attól kiváltságosak, hogy a médiában rendszeresen föltűnnek. Bizonyos szerepekre válogatják ki az embereket, bizonyos típusokat, mert ők bizonyos termékeket adnak el. Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Napról napra melegszik az idő. Pénteken túlnyomóan erősen felhős, borult égre van kilátás, csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Mindamellett kisebb eső, zápor sem kizárt. Az élénk szélben 10-15 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Gyenge melegfronti hatás miatt pénteken fáradékonyabbnak, kissé lassúbbnak érezhetjük magunkat.
A március elejé téli időjárás keresztül húzta a Tour de Pécs szervezőinek számításait. Az első szakasz el is maradt a hétvégén. A kerékpárverseny sorozat további sorsáról is kérdeztük Herke Szabolcsot. Elmaradt egy futam a Tour de Pécs kerékpáros versenysorozaton, rögtön az első. Mi lesz a sorsa most ennek? Tehát újra kezditek a sorozatot, vagy pótoljátok, vagy pedig megy tovább a következő futammal? Megy tovább a következő futammal. Április 4-én lesz. Ugye április 4-e futam itt Pécsett az F3-ból fog elindulni. Azzal folytatódik a verseny, és ez az elmaradt március 14-e, ugye mivel rossz idő volt, leesett a hó, és hát külföldi versenyzők is jönnek, nem mertük megkockáztatni, hogy esetleg megtartsuk, és közben pedig rengeteg baleset van. Ez előre láthatólag augusztus 20-án kerül majd megrendezésre. Indul a túra kerékpározás a hétvégén. Ki mindenkit vártok és hova? Vasárnap, tehát 21-én 10 órára várjuk a résztvevőket. A Pécs Testvérvárosok Terei Általános Iskolába 9 órától lehet nevezni, 10 órakor lesz a rajt. Ide mindenkit várunk, természetesen fiatal gyereket, 14 év alatti gyermek csak akkor mehet ki, ha szülő ott van, és szülői segédlettel. Mindenki számára kötelező a kereszt betartása. A megadott útvonalon azért ilyen fordító és kanyarbírók segítségével zajlik az esemény, és amikor beérkeznek, akkor utána sportfelszereléseket is, italok kerülnek ki sorsolásra. Most pedig két fontos kosárlabda hírt nézzenek meg. A PVSK Pannon Power kosarasa Ellingsfeld János, aki nagyon jól játszik ebben a szezonban, meghosszabbította a szerződését. 2 évre írta le a pécsi játékos, illetve szombaton 18 órakor a Győr csapatát fogadja a Mizó Pécs 2010 együttese. Látogassanak ki a mérkőzésre, ez lesz az alapszakasz utolsó találkozója. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa kulturális fővárosának hivatalos helyi televízióján. A város friss közéleti és sporthíreivel továbbra is rendszeresen várjuk Önöket a képernyők elé. Írjanak nekünk, vagy hívjanak minket, és ne feledjék, licitáljanak a Páva Zsolt polgármester által felajánlott sátorra. SMS számunk 0630 30 30 140. És ne feledjék, tudósításainkat, riportjainkat megtekinthetik a www.pectv.hu honlapon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Fagylalt palota. Hát egyszer a Fagylalt király palotát épített Pécs városában, a főtér kellős közepén, mégpedig csupa fagylaltból. Messze földről sereglettek oda a kisgyerekek, hogy megkóstolják. Tejszínhabból volt a cserepe, cukrozott gyümölcsből minden kéménye, a kéményfüst meg vatta cukorból. Minden egyéb fagylaltból volt. Fagylalt falakon fagylalt kapuk nyíltak, s odabent fagylalt butorok álltak. A legkisebb gyerek egy asztal alá mászott, és egyenként elnyalogatta az asztallábakat, mire az asztallap rázuhant, lepotyogtak róla a tányérok, amelyek csokoládé fagylaltból voltak, azok ízlettek a legjobban. A portás egyszer csak rémülten látta, hogy olvadozik az egyik ablak. A táblája eperfagylatból volt, és rózsaszín patakocskákban csörgedezett lefelé. Gyorsan! Kiáltotta a portás. Gyorsabban! Erre mindenki még buzgóbban nyalogatott, hogy a palota egyetlen cseppecskéje se vesszen kárba. Karos széket! Rimánkodott egy vénanyóka, akinek már jártányi ereje se volt. Karos széket egy szegény öreg asszonynak, párnázottat kérek, ha lehetséges. Egy jószívű tűzoltó már is futott, és hozott neki egy karosszéket tejszín és pisztácia fagylaltból, vanília fagylalttal kipárnázva. A szegény öreg anyóka boldogan nyalogatni kezdte a karfáját. Csodálatos nap volt ez, s a doktor bácsik bámulatára aznap senki se csapta el a hasát. Csakhogy
Egy telhetetlen kislány nekiesett a fagylalt király narancsfagylalt koronájának, és azt is elnyalogatta. Oda lett a királyság. Nem volt többé, aki fagylalt palotát építessen. Azóta is, valahányszor a gyerekek fagylalt érdnya fognak, a mamák meg a papák így sóhajtoznak. Hej, haj, neked is egy egész fagylalt palota kellene, mint az a pécsi. De olyan csak egyszer volt. Köszöntöm Önöket! Önök a Pécs TV programajánlóját, a Mozaikot látják. Tartsanak velünk egy kulturális kalandozásra. Idén Pécset kezdődik a tavasz, mivel mással, mint a Pécsi Tavaszi Fesztivállal. Március 15-től április 12-ig fantasztikus koncertek, kiállítások, programok a városban. Már is szemezgethetünk belőlük. Március 18-án a Palatinus álló Bartók termében Pécsről elszármazott, azóta már igen neves, talán világhírűvé vált művészek koncertjét hallhatja a közönség a Schumann év keretében. Schumann 200 éve született, és hát minden évben a tavaszi fesztivál programjában megemlékezünk ezekről az évfordulókról. Az idén Schumann és Chopin évforduló van, mindkettőjüknek 200 éves évfordulója. Tehát a Palatinus szálló Bartók termében Megyesi Schwarz Lucia, Jandó Jenő és Kovács István ad majd koncertet, de ezen a napon kezdődik a negyedik nemzetközi jazz hétvége, mely hagyományosan most már része a Pécsi Tavaszi Fesztivál programjának. Ez az idén háromnaposra bővült, eddig kétnapos volt. És mindjárt az első nap Roda Scott együttesét hallhatja a közönség, és az első zenekar a Sakcsi Generation lesz. Március 19-én ez lesz a második napja a jazz hétvégének. Idén március 14-e és 27-e között várja legfőképpen a franciául beszélő közönséget a Frankofon hét és program kínálata, előadások, filmvetítések, koncertek. Már is megismerkedhetünk, hogy micsoda izgalmakat tartalmaz ez a hét. Mert az idejében az Európa Kulturális Programnak a pillér programjai között szerepelünk. A tavaszi fesztivál sorozatnak már szerves részét képezi a Frankofon hét, ugye a pécsiek igen várják és szeretik is már a rendezvényt. Március 18-án indul a Diák Színjátszó Fesztivál, ami tulajdonképpen mi csak befogató szervezete vagyunk a programnak. A Diák Színjátszó Fesztivál keretén belül jön egy 9 fős belga csapat, bocsánat, akik Ágota Kristóf svájcba diszidált írónőnek a egyik darabját fogják most így bemutatni. Francia nyelven történik az előadás, úgyhogy erre a programra olyanokat várunk, akik franciául beszélnek. A lenyűgöző bélyek kiállítás mellett a Művészetek és Irodalom házában számos izgalmas program várja még az érdeklődő közönséget. Már is szemezgethetünk ezekből a rendezvényekből. Csütörtökön délután 4-kor egy mesekönyv bemutatóval várjuk az érdeklődőket. Az Örkény Színházban már évek óta megy a Sötétben látott tündér című darab nagyon-nagyon nagy sikerrel. Na most ez megjelent könyvben is. Az egyébként Pécsről származó Bagosi László.
írta ezt a mesekönyvet, ennek lesz a bemutatója. Ez leginkább népmesei elemekből táplálkozó, ám de nagyon mai történet, bájos szülőknek és gyerekeknek egyaránt. Csütörtöktől szombatig a PSZIESTA, azaz a pécsi pszichológus hallgatóknak a háromnapos rendezvénysorozata kezdődik nálunk. Ebben laikusoknak szóló előadások és komoly, kifejezetten szakmai előadások is lesznek, de természetesen kiállításokkal és egyéb lazább rendezvényekkel is színesítik, és ugyan a Pécsi Pszichológiai Intézet is a szervezők között van, de azért főképp a hallgatók csinálják ezt saját maguknak és az érdeklődőknek.